február 5-én telt házzal, vagyis 6200 ember előtt játszotta első bajnoki kézilabda mérkőzését az új multifunkcionális csarnokban a Tatabánya a Veszprém ellen. A 24 milliárd forintból készült beruházás nem csak a sportolók otthona, közösségi tér is, rendezvények, kiállítások, koncertek leendő helyszíne. És bár az első itt rendezett mérkőzés nem hozott sikert a helyi csapatnak, a február 12-i találkozóra a Gyöngyössel bizakodva tekintettek a szurkolók. Azt tapasztaltam, hogy hangulat tekintetében fantasztikus, jó érzéssel telt el mindenki. Persze lehet, hogy nem a Veszprémmel kellett volna meccselni a nyitó mérkőzésen. Tehát azt látnunk kell, hogy a Veszprém az egyenlőre egy osztállyal, egy klasszissal jobban pozícionált csapat, talán a világ második legjobb csapata. Mi közelítünk ehhez talán a következő szezontól, amikor a MOL csoport fog beállni a csapat mögé, mert önmagában egy csarnok az kevés ahhoz, hogy nagy teljesítményeket lehessen elérni, ahhoz azért biztonságos anyagi háttérre is szükség van, és a MOL csoport ezt fogja biztosítani. Hosszú távon milyen elvárásaink lehetnek a csapat felé? Hát nyilván a legjobbra számítunk, de hát a realitás talaján maradva. Én részemről kettős elvárás van. Ugye egyrészt tudjuk azt a szintet folyamatosan nyújtani, ami szükséges az EHF kupába, vagy bármely nemzetközi kupában való részvételhez. Ez azt jelenti, hogy ott kell legyünk a legjobb négy között a magyar bajnokságban. Ez az egyik, de van egy nehezítő feltétel is. Én azért azt szeretném, hogy a külföldi igazolások mellett legalább olyan arányban, vagy még nagyobb arányban, kétszeres arányban magyar, és azon belül tatabányai vagy térségi nevelésű játékosok is legyenek. Azért a Veszprém elleni nyitó mérkőzésnek talán az 54. percében született az első magyar veszprémi gól. Ezt azért jó, hogyha rögzítjük. Addig veszprémi játékos, vagy magyar, nemhogy veszprémi, magyar játékos nem volt a Veszprém csapatában, csak külföldiek, méghozzá világsztár játékosok. Tehát olyanok, akik a világbajnokságon vagy az Európa-bajnokságon éremmel értek haza a saját nemzeti csapatukkal. Ezt is látni kell. Tehát mi azt szeretnénk, hogy tatabányai magyar játékosok legyenek, és azért ott legyünk a hazai élmezőnyben, és minden esztendőben úgy jussunk ki nemzetközi kupa mérkőzésre, hogy a csoportkört túléljük és tovább tudjunk jutni, akkor egészen biztos, hogy olyan hangulat lesz a csarnokban, mint a nyitó mérkőzésen. Egyébként pedig most azon kell küzdenünk, hogy a Gyöngyös ellen egy igazi kiki rangadót megbízva előrébb tudjam lépni a hazai tabellán. Van egy elhivatott csapat, infrastruktúra, a fiatalok számára talán ez vonzóbb lehet-e? Számíthatunk-e arra, hogy sok-sok fiatal kezd el kézilabdázni? Amikor a hivatalos átadására került sor, a csarnok hivatalos átadására még a Európa-bajnokságot megelőzően, akkor azért, hogy mondjam, fiatalos szlengbe tartozó kifejezések hagyták át a fiatal játékosoknak, vagy az utánpótlás csapatokban játszó fiataljainknak a száját. Volt csodálkozás, tehát kiki vérmérsékletének megfelelően minősítette, de a lényeg az volt, hogy lefordítsam szalonképesen, hogy azért ez egy pazar fantasztikus. Itt akár ifjúsági vagy felnőtt csapatban játszani, játékosként, sportolóként, versenyzőként, főleg teltház előtt, az valóban egy fantasztikus érzés, de azért szeretném oda tenni azt, hogy ez nem csak sportlétesítmény, ez egy multifunkcionális rendezvénycsarnok. Itt majd kulturális eseményekre, koncertekre, gazdasági eseményekre, kiállítások, gazdasági kiállításokra, szalagavatókra, és egyébként pedig még a kézilabdán kívül számtalan más sportágra is szép időszak vár. A Tatabánya játékosai ezúttal is látványos mérkőzéssel örvendeztették meg a szurkolókat, mivel a bajnokság nyitófordulójában Gyöngyösön szenvedett vereségért mindenképp illet revansot venni. A mérkőzés első néhány percét leszámítva a hazaiak uralták a küzdelmet, és a szünet után már 7-8 gólos előnyre tettek szert. Bár a különbségből a mérkőzés vége felé fogyott, a Tatabánya így is 39-35-re győzött. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Gyöngyös vezetőedzője is értékelte a látottakat. Először is gratulálok a Tatabányának. Azt gondolom, hogy az első 15 perc után egyértelművé tette, hogy a hazai pályán újra nagyon veszélyessé válik, meg egy jó csapatról beszélünk, amikor a Tatabányát említjük a kézilabdában. Azt gondolom, hogy mi is olyan hibákat követtünk el, amire ugyan
készültünk, de most így élesben nem működött. Ez többek között a védekezésünk volt, ami problémát okozott saját magunknak, mert akár most itt a 39 kapott gólt mondhatom, azzal sem otthon, sem idegenben nem tudsz meccset nyerni. Lőttünk 35-öt, ez meg a mérkőzésnek az iramát mutatja. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindent megpróbáltunk, illetve a végsőkig küzdöttünk, de a Tatabánya jobb volt. Főleg az átlövő teljesítménye volt az, ami ellen mi nem tudtunk úgy hatékonyan reagálni, amit azt megkövetelte volna a mérkőzés, vagy legalább az, hogy közeli szoros végjátékot játszunk. Minden dicséretet megérdemelnek a saját csapatom, mert nagyon szépen küzdöttek, hajtottunk végig. Azt mondhatom, hogy még így is, hogy mindent elkövettünk, és az eredmény sajnos nem számunkra kedvező, még így is felállt, vagy felemelt fővel hagyhattuk el a küzdőteret. That was good game, really good game in attack. With 74 goals, with a huge tempo. A Grundfos Tatabánya KC vezetőedzője úgy fogalmazott, látványos, jó mérkőzést láthattunk, sok góllal zajlott, és a magyar bajnokságban nem mindig láthat ilyet a közönség, hiszen összesen 74 találattal sikerült megörvendeztetni a szurkolókat. A mester azt is elmondta, szerinte 7 gólos előnynél egy kicsit lelassított a csapat, de a szükséges pillanatokban sikerült az összhang, és ennek köszönhetően tudtak nyerni. Elismerte, hogy voltak hibák, de ilyen gyors játéknál szerinte ez nem is csoda. Az önbizalom pedig kell a következő időszakra, hiszen a nemzetközi kupában is bizonyítani kell a Tatabányának. A Gyöngyös csapatából Varsandán Milán emelte ki, hogy nagyon készültek a mérkőzésre, de a szokásos erősségeiket most nem sikerült megmutatni. Sajnos Bencének ez a csokoládé napja volt, és ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Ez a távolságokat távolságban lebizonytalanított minket védekezés kapus teljesítményt, de a ritmust azt mindenek ellenére próbáltuk tartani. Még a végén így is volt egy nagyon pici, hogy a mérleg átbillenjen. Nagyon büszke vagyok úgymond a csapatra, hogy sosem vesztettük el a hitünket. Úgy gondolom, hogy nagyon jó iramban, tényleg már többször említett, nagyon látványos mérkőzés lehetett kívülről is, de nyilván az ember nem szeret veszíteni. Sokféle variációt kipróbáltunk, sajnos nem jött össze, még magunkat is egy kicsit büntettük egy kiállításra, úgyhogy gratulálok a Tatabányának, és további sok sikert kívánok az Európa Ligában is. Február 12-én a Günther Arénában a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom Esztergom-megyi igazgatósággal közösen szervezte meg a Magyari Tékbal tornát. Az eseményre 10 csapat nevezését fogadták el, sajnos a szomorú betegség miatt visszalépett, így a TAC 4 párossal képviseltette magát. A rajtuk kívül az Ete, a Lábatlan, a Komárom, a Kisbér, az Almásfűzítő és a Bodrog Keresztül volt a résztvevő. Nem sokára kezdődnek a megyei bajnokságok, ez a olyan mondjuk bemelegítés előtte? Igen, nagyon örülünk, hogy itt a pandémia ellenére is meg tudjuk rendezni, hiszen legutóbb 2018-ban került sor ugyanitt a Günther Arénába, egy Tekból kupára, és köszönjük is Borsó Tibor elnök úrnak, hiszen a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság állt a rendezvény mögé, ők vállalta a szervezésnek a jelentős részét. Én azt gondolom, hogy a technikai tudást, a finest, a váratlan megoldásokat nagyban segíti a Tekból asztal. Én nagyon örülök, hogy 24 darab kim van a megyei egyesületeknél, és nagyon bízunk benne, hogy aktívan használják is az amatőr labdarúgók. Ugye most 10 csapat állt asztalhoz, nehéz volt összeszedni ezt a mezőnyt? Sajnos itt is volt olyan csapat, aki visszalépett befertőződés miatt. Sajnos most az Omikron vírus most tetőzött a hazánkban, úgyhogy ez nehezíti itt a körülményeket, de nagyon bízom benne, hogy a labdarúgó szezont végig tudjuk vinni, és azért örülök, hogy 10 csapat összejött, hiszen mégiscsak tél van, nem igazán kezdődtek el még azok az alapozó edzések, hiszen amatőr labdarúgásról beszélünk, terembe sportoltak eddig a labdarúgók, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt a szezon előtt meg tudják mérni az erejüket, tudnak
egymással sportszerű küzdelmet vívni, és ahogy az imént elmondtam, nagyon fontos, hogy a technikai tudásokat is tudják egy kicsit csiszolni. Nagyon sok mindennel foglalkozik a Népfőiskolai Társaság, de nem tudom, a sport az hogy fér bele ebbe? Nagyon sok mindennel foglalkozunk, és hát ez a tudás, amit átadunk, az azt gondolom, hogy akkor igazi, hogyha az egészséges életmódhoz hozzátartozó ügyeket is szolgáljuk, és mivel mostanában nagyon sokszor a fiatalokhoz szeretnénk fordulni, nem véletlenül, hiszen szeretnénk, hogyha megismernék a tevékenységet, szeretnénk, hogy minél többen ezt a közösséget megismerve tagjai lennének és alakítanák. Hangsúlyozom, én 6 éve vagyok elnök ennek a 27-es népfőiskolának, és azóta nagyon sok fiatal tagunk kapcsolódott a munkánkhoz. Itt a rendezvény is vannak magyar szakkollégisták. És hát a hosszú évet munkájának az elismerése az, hogy Lezsák Sándor úr, a Lakitelki Népfőiskola kuratórium elnöke, a Kárpát-medencei Népfőiskola hálózat megalapítása során gondolt a Tatai Népfőiskolára. Tavaly év az egy mérföldkő volt, megalakítottuk a Kárpát-medencei Népfőiskolai hálózatot, és hát ezáltal kibővült egy országos szintű kapcsolattal, megyei szintre a tevékenységünk, és ennek a szerencsés egybeesésével sikerült a KPVDS, Tatabányi KPVDS művelődési háznak a fenntartását is megkapni. Tehát gyakorlatilag már intézményünk is van, amellett, hogy a 13 Kárpát-medencei Népfőiskolával szoros kapcsolatot tartunk, ahol a sport, a közösségi élet népszerűsítése, a fiatalok szabadidő hasznos eltöltése egy nagyon oszlopos szempont a működésünk során, és ezt a Lakitelki Népfőiskola segítségével, ennek a pénzügyi fedezetének a segítségével, egy pályázatból úgy döntöttünk, hogy egy kupát hozunk létre, ahol promotáljuk a magyari nevet, ezen a szegmensen is, ezen a célcsoporton is. Másrészt pedig azt gondolom, hogy nagyon hasznos, és nagyon örülök annak, hogy ezzel a rendezvénnyel nem csak jót cselekszünk, nem csak bemutatjuk, hogy ez a feltörekvő sportág, ez mennyire jó, hasznos, és talán ez alapján kedvet kapnak a fiatalok, vagy a kevésbé fiatalok is ennek a művelésére, hanem új partnereket tudtunk szerezni. A Techball Szövetség első hívásunkra jelentkezett, segítséget adott, a Megyei Labdarúgó Szövetség, a TAC helyi sportegyesület, és hát az országos elnökség, ugye a Luxemburg grófját 75 óta ismerjük, és imádjuk, és tapsoljuk, most itt személyesen megjelenik, és ezzel gondolom, hogy ennek a sportágnak a népszerűsítésével olyan partneri kapcsolatok segítségével tudjuk ezt a rendezvény színvonalat emelni, ami azt gondolom, hogy méltóvá teszi ahhoz, hogy a tatai helyszínhez, hiszen gyönyörű szép sportcsarnoka van a városnak, és a tatai sportélet az messze menően nagyobb szerintem, mint a városnak a népessége. Nagyon sok fiatal, nagyon sok sportágban nagyon kiválóan dolgoznak, és hát ehhez szeretnénk mi is hozzájárulni magunk eszközével, és örülünk annak, hogy Tatai Televízión keresztül ezt elmondhatjuk. A Techball az MLS keretében működő szakág, amely az utóbbi időben egyre népszerűbb lett. A kezdetekkor a Magyar Labdarúgó Szövetség 500 tékbalasztalt biztosított az egyesületeknek, a megyébe ebből 24 darab került. Ezen az eseményen Nyilasi Tibor is részt vett. A 70-szeres válogatott két országban is bajnok volt, Magyarországon kétszer, Ausztriában háromszor, jelenleg pedig az MLS elnökségi tagja, és egyben a Sport TV-ben szakértőként is dolgozik. A megnyitóban elmondta, hogy gyakorlatilag annak idején pingpongasztalon kezdtek játszani, de hát a lábtenisz az gyakorlatilag mindennapos volt akkor a foci csapatoknál. Igen, hát a magyar futball kultúrához hozzá tartozott, hogy akik szerették ezt a sportágat, akármilyen szinten űzték, reggeltől estig, amikor mód és lehetőség van, játszottunk, lábtenisz, pingpongasztalon, ez a techballnak az őse, az elődje, szóval a játék mindenek felett, ez volt a motto. És hát a magyar futball ezért volt gazdag annak idején, már nem a mi időnkben, hanem előtte természetesen, mert minden a játékról, az örömforrásról, az örömszerzésről, a barátságról szólt, és hát örülök, hogy most ez az új, régi új sportág, ez egyre jobban hódít, és sok mindenre megtanít, és majd fogjuk látni, hogy milyen magas szinten űzik ezek a fiatalok már ezt a játékot. Ugye mindig azt mondták, hogy a magyarokat a technikás focit kedvelik, hát ez valóban az kell, talán nem is véletlen, hogy több világbajnokunk van ebben a sportágban. Hát igen, mert elsősorban azért, mert
magyar feltalálók révén ment a világ köztudatába ez a játék, de még egyszer mondom, hogy ennek voltak ugye előzményei, de így összefogva, így a modern kor szellemének megfelelően, amit most ugye a tekbalosok csináltak, az egy fantasztikus játék, és meghódította a világot, és nekem nagyon tetszik, amikor látok ilyen képeket összevágni a világ elit futballistáival, akik különösen a Neymar, amikor nem azért, hogy PR fogás legyen, hanem azért, mert van neki egy nyaralója, és a nyaralóban baráti társaság összeáll, és elkezdenek játszani, és vagy ugyanő a PSG öltözőjében bemelegítés helyett tekbalik. Szóval ez is érzékelteti azt, hogy ők azért a legjobbak a világon, mert szeretnek játszani, imádják a játékot, és ahol a labda van, és adott esetben én asztalok már vére menő csatákat játszanak. Szóval örülök neki, hogy nálunk is hódít, és ösztökélem is a fiatalokat, mert minden labda érintés fejleszti őket, és tényleg, ahogy itt mondtam is, hogy itt nem belerúgnak a labdába ezek a játékosok, hanem simogatják. Hát annyira technikai finoman kell hozzányúlni, pörgetni, talpal átrúgni, szóval minden benne van ahhoz, hogy egy nagypályás futballista roham tempóba fejlődjön. A 10 csapat két csoportban, körmérkőzéses rendszerben kezdte a játékot. Még a rajta előtt a játékvezetők eligazítást tartottak, ismertették a szabályokat. Az első néhány mérkőzés után kezdtek kialakulni az erőviszonyok. Látszott, hogy a borsodi másodosztályban játszó Bodrogkeresztúrért sportegyesület nagyon erős, de a lábatlan és az Ete is jól játszott. Gondolom, hogy a lábtenisz azért az, ha nem is mindennapos egy labdarúgó csapatnál, de mindennapos, mennyiben más ez? Hát kell hozzá a gyakorlás, mert asztalméret az szokatlan, és nehéz ráérezni. Kell gyakorolni sokat, hogy rá tud rúgni egyáltalán simán a labdát is. Azért most már minden csapatnál van ilyen asztal, edzéseken, vagy edzések után, vagy csak néha-néha szoktatok játszani? Hát edzések után szoktunk, meg amikor ilyen ügyességi feladatokról van szó. Nehéz volt megszokni? Nehéz. Az első pár óra gyakorlás az asztalcsa találtunk, de belejöttünk szerintem, úgy érzem. Sikerült megtanulni. Hogy esett rátok a választás a csapatban? Hát mi szoktuk a legtöbbet játszani, így külön is kimegyünk néha játszani, ha ráérünk. Szóval így adta magát, meg más nagyon nem is volt ebbe benne annyira, ebbe a játékba. Melyik a legnehezebb része ennek, vagy mi a legnehezebb ebben a játékban? Kiszámítani, hogy merre pattan a labda, és utána még abban a három érintőből visszarakni az asztal, ugye már rövid az asztal. Akkor itt nagyon fontos, hogy amennyire lehet össze vagytok szokva, vagy ismeritek egymást. Hát igen, ez a fő most ebben a játékban, hogy összeszokottság legyen, és utána meg sikerüljön az asztalra rárakni a labdát. Valamilyen elvárásatok van a mai nappal, vagy csak egy jó játék? Jól érezni magunkat, és minél jobb eredményt elérni. Amit tudunk kihozni magunkból, ennyi, nincs elvárás. Segít valamit a nagypályás játékban, hogy azért itt azért nagyon fifikás, nagyon technikás megoldások vannak? Hozzárak szerintem a nagypályás játékunkhoz is ez, hogy ezt megtanultuk labdakezelésben és technikában is. Azért nem sok pihenőtök lesz a bajnokság kezdetéig, ez most egy jó edzés inkább? Hát igen, így felkészülésnek ez tökéletes szerintem. Hát Borsod nem éppen itt van Komárom-Esztergomény mellett, hogy kerültetek ide? Alapvetően minket a helyi polgármester úr hívott meg. A egyik tokai alapítvány, akivel ők nagyon jó kapcsolatot ápolnak, a Mankovics Tamás alapítványa, jó kapcsolatot ápol, amit említettem a helyi polgármester úr, Rozgony Istvánnal, és mi az ő sportegyesületében szerepelünk, a Bodrogkeresztúri Sportegyesületben. Milyen osztályba játszotok? Hát a kollégám nevében is elmondhatom, hogy mi megye 2-es szinten focizunk jelenleg, illetve kispályás labdarúgó tornákat szervezünk még a Borsod-Hajdú-Szabolcs megyei szférában, ezzel foglalkozunk is sport iránt. Viszont az első meccset nézve nagyon otthon éreztétek magatokat az asztal mellett. Néha szoktunk tekbólozni is, ezt nyugodtan kijelenthetem, profik azonban mi sem vagyunk, nagyon szívesen veszünk részt ilyen rendezvényeken, hiszen mi is tudunk gyakorolni, illetve hát olyan játékosok ellen játszhatunk, akik ellen még nem, mert nagyjából azért ismerjük a magyarországi szintet, illetve játékosokat, csapatokat,
kipróbáljuk magunkat egy új környezetben, tökéletes felkészülés, általában azt szokták mondani, hogy mindig a verseny a legjobb felkészülés, sokkal többet számít, mint akár egy edzés. Amit elmondtál, az alapján azt kell gondolnom, hogy szinte állandó részvevő vagytok az ilyen tékból tornáknak Magyarországon? Igen, részt szoktunk venni a tekbol versenyeken, itt a Magyar Bajnokságban általában versenyzünk. László, aki itt áll mellettem, ő még nemrég kezdte ezt a sportot, egy bevezető jelleggel jöttünk erre a versenyre, számára ez az első megmérettetés. Én már korábban kapcsolatban álltam ezzel a sporttal, szabadidőm engedi, akkor én is szoktam ezzel foglalkozni, igen. Ugye nem tudom, hogy így elsőre, hogy érzitek egymást, mennyire fontos az, hogy tudjátok a másik mit csinál. Nagyon jó a kérdés egyébként. Maga ez a páros tekból, ez arról szól, hogy a két játékos hogyan, milyen összhangban van egymással, és mi is erre törekszünk, hogy ezt kialakítsuk, hiszen ez az első versenyünk közösen, és ez nem úgy alakul ki, hogy egyik pillanatról a másikra, nagyon sok edzés, nagyon sok verseny szükséges ehhez. Mi nekünk ez egy tökéletes indulási pont, hogy ezen részt veszünk ezen a versenyen, és majd a jövőben meglátjuk, hogy milyen összhang valóban, milyen összhang alakul ki közöttünk, ami elengedhetetlen ehhez a páros tekból, az, amit említettem. A TAC végül 4 csapattal indult el, és a kezdeti bizonytalanság után a Weber Roland Berki Gábor és a Csákány Máté Putnoki Árpád páros egyre jobban játszott. Két meccsen vagytok túl, egy győzelem, egy vereség. Hogy indul neki az ember egy ilyen napnak? Hát, hogy élvezzük a játékot, meg az, hogy itt vagyunk, meg az, hogy egy olyan sráccal tudok egy csapatba játszani, aki már nagyon régóta a barátom, úgyhogy nekem ez a fontos, meg természetesen a részvét. Tudom, hogy a játékosok néha játszanak edzőként, azért szoktál játszani a saját pályátokon, saját asztalotokon? Hát nekem azért ritkábban jut hozzá lehetőségem, vagy van hozzá lehetőségem, mert ugye amik a fiúk esetleg készülnek az edzésre, vagy odaérnek hamarabb, addig én már készülök az edzést tartani, úgyhogy nagyon ritka az. Inkább egy baráti társasággal szoktunk, mint évente egyszer-kétszer, és azt mondom, hogy ennyi, ami úgy, meg talán ami évek óta az emberben benne marad, az a kis rutin. És mind a ketten azért elég technikásnak számítotok, ehhez az kell? Hát a csapattársam azt gondolom, hogy igen, rólam kevésbé mondható el, de köszönöm szépen a dicséretet. Mindenféleképpen technika kell hozzá, azt gondolom, az nagyon fontos. Ugye most 4 csapatotok van gyakorlatilag, mondhatom azt, hogy a felnőtt csapat gyakorlatilag fele majdnem itt van. Ez használ valamit, hiszen jövő héten már bajnoki meccs van. Hát nagyon sokat használ, én nagyon örülök neki, egy az a csapat összetartás szinten is, azt gondolom, hogy nagyon fontos, itt vagyunk egymásnak, szorítunk, kicsit piszkáljuk egymást, ha nem úgy sikerül, és tényleg, hogy ennyi játékossal részt tudunk venni, ez nagyon jó nekünk szerintem. Könnyű volt őket befűzni? Nagyon hamar kaphatóak voltak rá, úgyhogy azt mondom, hogy igen. A csoportmérkőzések után kialakult a sorrend, és a lábatlan Ete, valamint a Bodrog Keresztúr TAC 3 mérkőzéseket játszották a döntőbe jutásért. Ahogy az első mérkőzések után is látszott, a lábatlan és borsodiak játszhattak az aranyéremért. Mindkét elődöntő 2 játszmában dőlt el a győztes javára. A bronzmérkőzésen az etélyek győztek a TAC ellen. Az döntő előtt nagy volt a találgatás a győztest illetően, de általánosságban a Bodrog Keresztúrt érezték többen is esélyesnek. Aztán a meccs igazolta a várakozásokat. 2 tulajdonképpen magabiztosan szedben nyert a Bodrog Keresztúr, és így az övék lett a kupa. Még az eredményretés előtt bemutató mérkőzésként egy igazi örökrangadóra került sor, egy Fradi-Újpest találkozóra. Még a meccs előtt beszélgettünk Telek Andrással, a Fradi volt játékosával. A bemelegítésnél nagyon belejöttetek ebbe a tékbalba, mennyire áll közel hozzád? Egy nagyon jó szórakoztató játék, hogy a levegőből érkező labdát megjátszani, úgyhogy kell hozzá gyakorlás ahhoz, hogy az ember érezd, hogy asztalról hova pattan a labda, hogy vegye át, és hát összesen ugye 3 érintéssel kell megoldani, úgyhogy szórakoztató. Gondolom azért annak idején láttenisztetni, rengeteget láttenisztetek. Igen, de hát mondjuk az elmúlt, most már én is 20 év vagy abba hagytam a futballt, más csak hetente egyszer néha az öreg fiúkban játszom, úgyhogy az egész más labdaügyesség, az sokat kopik ilyenkor, legalábbis nálam, úgyhogy bele kell jönni. Mennyire tudod ezt ajánlani mondjuk az egész fiataloknak, a gyerekeknek?
Hát én azt gondolom, hogy olyan 10-11 éves kor körül már igazán ajánlott ezzel foglalkozni, mert először legkisebbeket, ugye a rulólabdár átvétel az a legnagyobb probléma, és utána érdemes a magas labdával kezdeni valamit, úgyhogy olyan 8-9-10 év fölött már mindenképpen napi használatot javaslok. A felnőtteknek a nagypályához mennyit tesz hozzá? Azt gondolom, hogy én is, amikor hiába voltam profi játékos, skálázni mindig kell. Tehát a falnál szoktunk passzogatni belsővel, külsővel. Ez mindig fontos, hogy azért ez a mozgásérzék, ez mindennapi életben is ott legyen, amíg a profi játékosnál is. Úgyhogy szerintem jó ez gyakorolni felnőttként is, mert hát a levegőből érkező labdát mindig valahogy meg kell oldani. A bemutató igazán látványosra sikerült, sokszor tapsolt a közönség a szép megoldásokon. Végül az Újpest bizonyult jobbnak. Van meccsen is el lehet fáradni? Igen, mert mindig szeretünk nyerni, és függetlenül attól, hogy most itt ki nyert, azért szeretünk nyerni, de a legfontosabb az, hogy ilyenkor összejöjjünk, és a Techbolt meg hihetetlenül imádjuk. Voltunk már itt egy vagy másfél vagy két évvel ezelőtt ugyanezen a rendezvényen, és nagyon nagy örömmel jöttünk vissza, úgyhogy nagyon-nagyon jó, amikor a labdához érhetünk, és ilyen társakkal, ilyen ellenfelekkel, ez nagyon-nagyon jó érzés. Mészei focisülőben mennyire divat a Techbolt? Nagyon divat, büszkék vagyunk arra, hogy mi elsők között csatlakoztunk a Techbolthoz, és 4 asztallal tudunk a gyerekeknek tornákat szervezni, és épp azt mondtam itt a játékvezetőknek, hogy nagyon sok fejelés van ebben a játékban, és semmilyen edzés gyakorlattal nem tudjuk pótolni, mint a Techbolttal, hogy minél többet fejeljenek. Édesapám még annak idején hihetetlenül sokat fejeltek, és ez a Techbolt, ez most mesterségesen visszahozza a gyerekeknek azt, hogy remélhetőleg lesznek még Mésző Kálmánok, még egy jó páran, és lesznek ilyen jó fejelő játékosok, mint amilyen ő is volt. Én közben mondtam azt, hogy az Újpestnél 2 jó fejlő játékos van, akkor ez döntött? Igen, azt hiszem, hogy a Pista is egy jó fejlő játékosok közé tartozik, és én is egy picit az átlag fölé nőttem annak idején, nem az édesapám magasságába, de azért én is a jó fejlők közé tartoztam, úgyhogy ezzel meg aztán nagyon-nagyon lehet fejleszteni a gyerekeket különösen. A díjak átadásán a Bencsik János országgyűlési képviselő, Kéner Zoltán, az MLS Komárom-Esztergomi igazgatóság igazgatója, Sipos Jenő, az MLS szóvivője, és Borsó Tibor, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke közreműködött.